2022. február, és megkeresünk egy kilátót. Jól csináltad. Mi van nálad? Kutyapáca. Kutyapáca? Túrabot. Túra kutyapáca. Ez az az ösvény, ahol lesz majd a kilátó. Nem tudom. Tudod? Most jöttem még rá. Igen, sajnos nagyon sok szemét van itt mindig. Na. Minden évben ezt tapasztaljuk. Annácska is észrevette már. Már én is, ott van. Kilátó. Hol? Kilátó! De arra nézem. Aztá! Tényleg ott van! Igen? Nem? Nem élem, nem? Meglátjuk! Menjetek, fedezzétek föl a táblát! Andi nénének is mutatjuk, hogy megvan még ez a kilátó. Kereste a múltkor. Bizony, van egy kis tanúsvény. Ó, a tábla már le van tönkre, van egy kicsit menve. Hibát fedeztünk fel a kilátón, ugye? Sajnos. Ebbe, meg kell szerelni, mert leesett ott egy merevítő. Ott az a merevítő innen a vízszintes részről leesett. Itt egy kicsit látszik a csavar, ami kiáll. Meg is mutatjuk a kiálló csavart. Ott van, elkorhatta vége azért magától, saját súlyától esetett le. Sajnos nem olyan jó anyagból csinálták ezt meg. Gyenge anyagból építették össze. Szinte mindegyik fa ki van hasadva. Menjünk le, mielőtt összedől a lopcsunk. Oké, menjél. Gyere. Kapaszkodjál. Félelmetes, mi? Nem mentünk föl teljesen. Még a feléig sem mentünk. Az alsó fordulóig mentünk. És megállapítottuk, hogy sajnos ezt renoválni kell. Na, ki jön a kis ösvényt megnézni? Igen, nagyon jól csinálod. Sziasztok, én vagyok az Őzgida. Anyukámmal és a testvéreimmel itt élek az erdőben. Én foglak végigkísérni ezen az erdőt, amit én. Mivel nekünk közöttünk nagyon félős és sejtőszködő természetünk van, ezért csak akkor van lehetőséget időben találkozni velünk, ha egészen felmennünk az úton. Az út során bemutatom neked az erdőt és annak élővilágát. Mindent elmesélek neked, amit csak tudok a fák virágok sötéleségéről és a többi erdőlakóról. Minket őzeket könnyű felismerni, jellegzetes alakunkról, világos vörös barnát gondánkról és a bakok háromágú kis aggancsáról. A legfiatalabbak főrel még pettyes is. A szarvasfélék családjába tartozunk, és az egész ország területén élnek rokonaink. Egy esti hajnali szürkés idején vagyunk a legaktívabbak. A vörös tölgy lombja ősszel vörös barnára, vagy élénk vörösre színeződik, innen kapta a nevét. Azonban szokták amerikai tölgynek, illetve amerikai vörös tölgynek is nevezni, ugyanis Észak-Amerikából származik az az ős hazája. Nyúl! Barátaim, a mezei nyulak leginkább mezőket, erdővel határos szántóföldeket és kerteket szeretik, így ott keresnek otthon maguknak. Nem készítenek vaskot, csak kis mélyedést kaparnak maguknak.
Igen, csak támasszuk neki az oszlopnak. Szegény, szegény. Ez az ötös pont. Fehér akác. A fehér akác az egyik legjellegzetesebb, leggyakrabban előfordulókája. Nem tudom, hogy itt van a kis kénykága. Bizony. Na menjünk. Anya, jó fele megy. Ott van egy kis... Ott van egy kakaj, lehet, nem? Lehet. Itt a hatodik. Erre kell majd menni. Nézd csak, vaddisznó. Vad? Aha. Barátaimat a vaddisznókat más állattal nem is lehet összetéveszteni, annyira jellegzetes a megjelenésük. Színezetük a csaknem feketéből a barnásvörösig és a homokszínéig változik, ezt részben a környéken uralkodó talajszínre lehet visszavezetni. A vaddisznók ugyanis előszeretettel dagonyálnak. A vaddisznók jelenlétére utal jellegzetes szaguk, amelyet jó széllel viszonylag távolról megjelenthetünk, de túrásaik ugyancsak elárulják őket. Na akkor, ha nagyon bűrös szagot érzünk, akkor az vaddisznós, és akkor nem megyünk arra. Tábla! Dorekém, a táblát keressük! Hol? Tényleg ott van! Megtaláltad a hetediket! Az egy kúkus, virág. Nem, az egyhajú virág. Nézd oda! Na mindjárt majd találunk majd egyhajú virágot. Ennek az egyszerű kis virágnak többféle elnevezése is van. Népi elnevezései közül a két legszebb a tavaszi kikerics, illetve a rózsa kikerics, de valójában nem kikerics. A kikericsek ugyanis jobbára nyár végén virágzanak. Tényleg nyár végén. Után jelennek meg, szírmaik tövüknél csövön, csővén össze. Bibeszállék viszont szabadon állnak. Ezzel szemben a koratavasszal nyíló egyhajú virág szirámlevelé nem alkotnak csövet, hanem csak kis fogakkal kapcsolódnak össze a tövüknél. Ezért, ha a virág megnyúlik, vagy ha egy nagyobb testű rovar száll rá, könnyen eldőlhet, vagy szíveshet. Igen, nincs már olyan szuper jó kondícióban ez az ösvény. Nincs annyira karban tartva. Látszik is a kis nyolcadik táblának a ferdeségéből. A kelti rozsafarkú egy világjáró madár tavasszal egész Európában megtalálható, a téli időszakban pedig belső Afrikáig és Dél-Perzsiáig vándorol. Hazánkban nem olyan gyakori, de azért országszerte elterjedt. Nevével ellentétben nem nevezhető kifejezetten kelti madárnak, bárha a körülmények kedvezőek, ott is költhet. Fő előfordulási helyei a folyókat kísérő légezerdő, füzesek, partok, befácsosak, szólókák. Igen. Szokták széncímkének és nyírtikéknek is hívni. Nyugtalan dolgos, hangos és mindig jókedvű. Hajnaltól napestig folyton munkálkodik. Mintha sosem tudna jól lakni, folyton keres valamit és folyton eszik. Nagyon barátságos, nyírhatóságos. Szemtelen bátorsága, no meg határtalan kíváncsisága, könnyen dolgozódja. Na, gyere! Ez is hárs. A többi hársfélektől úgy tudod legjobban megkülönböztetni, hogy a levéleinek hátulja a csillagszőrtől ezüst színű, és nincsenek kis szőrfomba csak a levél előzetén, mint a többi hársféléknek. Ősszel gyönyörű szépságára színeződnek, a virágai egy ernyőhöz hasonlítanak, ami a kis levélkével együtt nő. Később a gambiai terméseit a szél terjeszti, és ezek a kis levélkék formának vetítőkészülésén. Hát
magyar nőszirma. Magyar nőszirma latin nevéből eredeztette, gyakran hívják Irisnek is. Gyönyörű lila virágai vannak, amit mindig megcsodálok, de anyukám figyelmeztetett, hogy bármennyire is szép, vigyázzak vele, mert mérgező növény. Nyár elején májusban virágzik. Miért főleg napos héteken, erdőszéleken fordul elő. Hazánkban csak itt Debrecen mellett, illetve az északi középhegységben ez a nyírségben fordul elő. Az egyik legvédettebb növény igazi biztaság. Aha. Na nézzétek! Visszaérkezünk a kilátóhoz. Mi miért érkeztünk vissza ide? Ez egy körtanösvény túra. Nézd oda! Megérkeztünk a 13-hoz. Az egyik kedvenc szám. Ősszel, mikor a levelei megsárgulnak és lehullanak, nagyon könnyű, kényelmes búvóhelyet találom az avarban. A kocsányos tölgyet makjáról ismerheted fel legkönnyebben. Felülete mindig sima, fényes, eleinte zöld, később világos barna, sötétebb hosszanti sávokkal tarkított. A kocsányos tölgy nagyon kedvele a mi vidékünket, ugyanis elsősorban a Ez már ide jó utuk, anya, nem? Ez... Fekete rigót legtöbbször a földön keresgélve szoktam látni, amint táplálék után kutat, úgy, ahogy én is. De tudom, hogy nagyon szeretik a gyümölcsöket is, így gyümölcsfákon is sokszor észreveszed őket. Ha megriasztják, hangosan tettek. Hosszan ismételt figyelmeztető hangja, nekünk erdei lakóknak is nagyon fontos jelzés. Évente kétszer is költ, a kis rigók korábban hagyják el a fészüket, mint ahogy megtanulnának repülni. Ezért találkozhatunk sokszor árva, ügyetlen, rövid farcoló rigóskákkal, akik jobb esetben egy sűrű bokor ágai között várják szüleiktől az újabb kukaclakomát. Ugyanis a szüleik valójában nem hagyják őket állni, gondoskodnak róluk, amit teljesen önállóvá nem válnak. Nagyon szépen köszönjük anyának a túravezetést és a információkat. Köszönjük szépen! A túratanösvény ezennel a 14. pontjával be is záródott, és most ott kezdtük, az volt az egyes, ha emlékszel, és most már megyünk vissza az autóhoz lassan. A mai kis túránknak itt a végéhez érünk. Na, gyerünk! Itt maradjunk ezen az oldalt, mert jönnek az autók. A kocsit úgy, mert én nyitom ki. Gyere oda! Dörek az mi? Ne lép bele, mert tiszta sár leszel. Na jó, megérkeztünk.